A háztartások életkörülményeit vizsgáló nemzetközi kutatásban vesz részt Magyarország. A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja, hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai hajtják végre. A célja, hogy az Európai Unió döntéshozói minél pontosabb képet kapjanak a háztartások gazdasági helyzetéről. Hazánkban összesen 18 ezer háztartást jelöltek ki véletlenszerűen. Olyan jellegű kérdéseket teszünk föl majd a válaszadóknak, hogy miből gazdálkodnak, hogyan tudják megoldani azokat az eseményeket, amikor esetleg egy váratlan megrázkódtatás éri őket, vagy valami a gazdaságban egy olyan változás következik be, amely a háztartásnak a gazdálkodását befolyásolja. A kérdőívek egységesek a résztvevő országokban, de előfordulnak speciális, az adott állam lakosaira vonatkozó kérdések is. Csatlakozni önkéntesen nem lehet a programhoz, mert az módosítaná a statisztika hitelességét. A mintavétel eljárás az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően alakult ki, ennek megfelelően Heves megyében 5 települést fogunk felkeresni, az 5 településen 426 címet fognak az összeíróink felkeresni és felkérni az adatszolgáltatásra. Eger, Gyöngyös, Abcz, Eger, Szalók és Lőrinci lakosai számíthatnak a KSH megkeresésére. A szakemberek azt kérik, háztartásonként csak egy kérdőívet töltsenek ki a lakók. Igénybe lehet venni kérdezőbiztos segítségét, de interneten keresztül is lehet válaszolni a kérdésekre. A válaszadás anonim, nem használnak fel személyes adatokat a szakemberek.